Ezek a felvételek még a 2021-ben megrendezett Zeneszüret Fesztiválon készültek. Idén újra meghirdette a programot a szervező Filharmónia Magyarország. Szeptember 8-a és 11-e között Pécsen különböző helyszíneken lehetnek szem- és fültanúi a helyiek, turisták a klasszikus zenének. Az esemény bemutató sajtótájékoztatón részt vett Hoppá Péter kultúráért felelős államtitkár is, aki elmondta, hogy a kultúra decentralizációja az egyik legfontosabb célkitűzés a jövőben. A vidéki helyszínek és a vidéki nagyvárosok ugyanolyan minőségű kulturális kínálatot kaphassanak, mint amilyet a korábbi évtizedekben a fővárosban már megszoktunk. Ennek az egyik nagyon szép megnyilvánulása az, hogy a Zeneszüret Fesztivál az elmúlt években, amikor a pandémia időszaka volt, akkor is megtartotta a finanszírozási pozícióját, a kormány támogatta a Filharmónián keresztül ezt a pécsi arcélű kulturális rendezvényt. A fesztiválon egyébként a hangversenyek mellett szabadtéri klasszik mozi, családi nap, gyermekprogramok, váratlan, különleges helyszíneken megszólaló flashmobok és térzenék színesítik a város programjait. Világsztárokat is láthatnak az érdeklődők, a legtöbb program pedig ingyenes. Mint azt Szamosi Szabolcs elmondta, mindez a támogatásoknak köszönhetően valósulhat meg. A Filharmónia Magyarország most már az új kulturális és innovációs minisztériumnak a támogatásával működik és valósítja meg ezeket a fantasztikus programokat, így lesz ez az idei fesztiválon is, és nagy öröm, hogy újra egy pécsi államtitkára van a kultúrának, és dr. Hoppá Pétert köszönhetjük. A négy napos zenei esemény során a délelőtti óráktól egészen estig várják az érdeklődőket Pécs különböző pontjain. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály és minden érdeklődési körű vendég megtalálhatja a kedvére való programot.